Most a Lágybányosi híd és a Közvágó híd között, és itt a háttérben lévő épületet fogom majd megnézni. Ez a régi vásárcsarnoknak az irodája, az épülete, és hát a nagy vásárterem Pesten, ezt fogjuk majd megnézni. Arra fele vezet az út, és ott van maga a vásárcsarnok ott. Egyszer már jártam itt, de akkor a tetőre nem mentem föl, csak a vásárteleple mentem be. Most majd megpróbálok oda is bemenni. Bejáratnál. Arrafele még van élet, ott különböző cégek vannak, ott is olyan ki az az autó. De a lényeg. Ez az elhagyott vásártelep. És erre volt a bejárata. Most gondolom én, hogy itt lehetett bemenni, még ebben is. Itt érdekes még ez a tábla, mindjárt közelebb megyek és látjátok, ez az Euróveló 6. De a Dunaparti kerékpár út menne erre, és utána valamennyi szakasza itt ki is épült. Hát, már ha ezt annak lehet nevezni, de elvileg, itt az a dupla tábla, itt mutatja, hogy az Euróveló 6-os bicikli út az erre megy. Tehát elvileg az egész Dunapartól ki kéne épülnie, hát az még, ami nagyon csak igen várat magára. De talán itt egy szakaszra elkészült, talán Csepelig, vagy is tudom, meddig talán megcsinálták, de errefele még biciklivel se jártam. De van ott egy bicikliút egyébként az út mellett, az Csepelre megy, arrafele. Tehát az még lehet. Hát na ugye akkor menjünk be itt, mert ez az épület még szerintem ez volt régen a portal. Vagy itt a beléptető lehetett itt. Hát ma mindjárt benézek ide is, hát van valami érdekes. De akkor érdemes egy fényképet is csinálni. Így bizony. Ugye ott a csarnok az még nagyon hátul van. Ott szoktak ilyen driftelgetni, meg graffitisek járnak oda, amúgy is találkoztam velük. Ez viszont itt, ez láthatóan lakatlan. Szépen néz ki ott még. Az korom? Az korom. Lehet, hogy itt vannak bent, úgyhogy itt óvatosan azért benézek. Leveleket már valószínűleg nem kap senki. Az légkondi, annak a légkondi beltérje. Hát lehet, hogy lakik itt bent valaki. Nem tudom, hogy bemerjek-e menni. Hát lehet, inkább nem. Valaki biztos lakik itt, csak most lehet, hogy napközben nincs itthon. Egy az épület, de akkor inkább ne menjünk be. Hoppá. Hinnye. Ez aztán szépen néz ki. Mi történt itt elégettek valamit? Lehet, hogy tüzet raktak. Télen valószínűleg tüzet raktak, aztán ez felgyulladt. Ez az ajtó be van falazva. Graffitisek járnak ide. Na, biztos. De hát inkább ide graffitizzenek, és a graffiti az igazából ilyen falakra való, mint ez itt. Jó. Ezt megölekítjük, azért itt ez a szemétdomb is. Be nem megyünk, most még.
Ja, amúgy arrafele van ott a 150-es vasútvonal, úgyhogy vonatforgalom az van. Előtt meg a Lágymányosi híd, ott meg a villamosnak az aja. De hát ez itt mi? Ez úgy néz ki, mint egy buszmegálló. Hát itt biztos volt valami. Ez meg szerintem a gázólának volt a helye, ez a gázfogadó. Ott jött fel a gáz, szerintem. De majd egy okosabb ember megmondja. A háztetején az a rúd, az meg szerintem a TV antennának a tartója volt. Ott volt egy TV antenna régebben. Oké, menjünk tovább. Tényleg a házhátom... Ja, igen, ezek... Az a nagy vastag sárga cső, az biztos, hogy gázcső volt. Hoppá. Hát itt aztán meg minden. Ez egy malmunkanna, benzin. Van izé, hitelszerződés. Ez a szopadalidő. Aztán jól néz ki. Itt biztos, hogy tűz volt. Na jó, arra most még nem megyek el, mert talán később. De itt a házat körbe lehet járni. Aha, na szóval jöjjünk ide, el inkább a ház hátra mögé. Jó, micsoda susnyás. Nem állt, ha az ember a lába elé néz ilyen helyeken. Ki tudja, hogy meglepiből itt még akár fedél nélküli kút, vagy akna, vagy bármi lehet. Egy jó tanács, aki ilyen helyeken mászkál, hogy mindig nézzen a lába elé. Azt a kurva. Hát, ha itt nem gyújtogatott valaki, akkor nem tudom, hogy mi volt itt. Ennek valami olyan funkciójú fényképek ki kell ide, hogy... Hát itt aztán tényleg. Hát a mennyezet, látjátok, az azért már szépen néz ki. De láthatólag nincs itt senki, úgyhogy majd bemegyek és szétnézek. Na, ja, valaki rám írt. Ja, csak egy gyors válasz kell. Igen, most az akció kamerámmal az most nem igazán funkcionál jól, úgyhogy Azt nem tudtam elhozni. Mi venni kell bele egy új aksit, mert elég lopva már szegényke. Úgyhogy most maradt a mobiltelefon, mint kép és hangrögzítő eszköz. Meg hát van nála a fényképező, de azzal meg mindig nem igazán alkalmas videózásra. Úgyhogy mondom, hogy ha valaki ilyen helyen akar mászkálni, akkor jó tanács, hogy lábad elé nézni mindig, és legyen nála a mobiltelefon. Anélkül ne indulj el. Buzi. Na, erről csinálunk egy képet. És benne még mindig nem, mert itt van egy pince.
Húha. Ja, igen, másik jó tanács, hogy elemlámpát se áthozni, mert ilyenkor jól jöhet, ne, nálam sincs most, úgyhogy pincetúra most nem lesz. Na, nézzük, arra van-e még valami. Mondjuk nincs itt senki, ez, és eddig nem láttam senkit. Az ott meg már lehet, hogy lakóház. Ez már... És ott nem ide tartozik. Hát jó, hát... Hát a látkép se túl jó. Ott van egy villanypózna szembe, tehát itt... Valaha ki volt ide húzva az áram. És használták is. Szintén benőtte a gazakörnyéket. Gondolom, hogy régebben még van irodák is lehettek. Aha. Viszont úgy láttam, hogy nincs benne senki, úgyhogy akár be is mehetünk. Szóval látok benne valakit, inkább nem megyek be. Van itt valami érdekes? A grafitisek járnak ide, azt látom. Jó, akkor ezt megnéztük. Megyünk tovább. Na, ez ami német újság. Hagyom egy kicsit ajtót, hogyha fókusz megtalálja, is tudjátok olvasni. Aki tud németül. Közben felcsapódott a vaku. Akkor én meg hátra fordítom a sapkámat, hogy legyen neki helye. Ott van egy Budapest. És menjünk tovább. Na, ott egy légkondi beltéri egysége. Az jól látszik is. Ez itt mi? Appa, ez viszont egy emléktábla. Itt emlékezzünk. Emlékezzünk meg mártírjainkra, akiket 1942 fasizmus áldozat. Ez valami, ez a második világháborús, nyilván. Fasizmus áldozatául estek. 1940. Akik az... Ja, igen. Itt emlékezzünk mártírjainkra, akik az 1941-42 év fasizmus áldozatául estek, de évben, vagy nem tudom, hát itt már csak nevek vannak felsorolva. Hát, meglátjuk. Ugye? Nézzük az év végig. Ennyi. Ja, amúgy van nálam külső aksi is, hogyha nem bírna a telefon, bár egész éjszaka töltőn volt. Na, ez viszont egy hagyományos coax kábel, 75 ohmos tévéhez való. Ez viszont egy egész kultúrált szoba. Nem raktak tüzet, nem gyújtogattak. Félünk itt. Ó, itt biztos, hogy lakik valaki. De szerintem most nincs itthon.
csak szétnézünk. Nem nyúlunk semmihez, csak szétnézünk. Még egy újság. De ez sem magyar. Na itt van egy figyelő. 2010. Nézzük csak meg. 2010. június 3-9. Orbán tartja közigazgatási letámadás, alkotmányozó neki húzódulás, gazdaságpolitikai kiváldás. Hát 2010. június, igen, akkor ez egy 7 éves újság. Akkor biztos járt itt valaki. De szerintem azóta is. Szigetelő anyag. Magyar hírlap. Mikor? 2006. november 9. Gergényi Péter szó nélkül távozik, a BLF vezérkar rövidesen követi. Ja igen, ez október 23-ai balhé után volt. Ez egy bevásárlókocsi. Maradványa. Nem gondolom, innen a Tesco-ból hozhatták ide. Vagy az Obi-ból. Graffiti. Hoppá, oda inkább nem megyek be. Szerintem erre sem érdemes tovább menni, mert úgy sincs itt semmi. Nem, szerintem már ki is megyek. Amit kellett, azt láttunk. Maximum még azt a hátsó bejáratot megnézem, de egyre ennyi. A hátsó bejáraton. Igen, kerülő úton Dízisbe lehet jönni, az. Nagyon gondolom, igen, itt ilyen védőcsőben volt a villanyvezeték, de már azt is kiszedték. Hát igen, ez ilyen, ami mozdítható, azt el szokták lopni. Itt meg már jártam egyszer. Szépen néz ki. Ez az a folyosó. Ez az a folyosó, ahol amit ugye megkerülve. De hogy hátul beírja. Valószínűleg ide rakadtak be egy vaskályhát, és azzal tizeltek, vagy valahol van ilyesmi. És ez volt a fűtő rész, hát igen, ez itt. Vagy ez lehetett még ilyen tűzszoba. Ez itt biztos, hogy kiégett. Ezt valaki felgyújtotta. Valószínűleg tüzet rakott itt bent valaki. Jó, mennyi papír. Ennyire. Akkor ezt hagyjuk. Jó, hát ott meg már jártunk a túloldalról, úgyhogy nem megyek vissza. Akkor itt is jártunk már, úgyhogy akkor most. Ez egy CD. Csak törött. Olyan, mint a Pac-Man. Hát erre adatot menteni már nem lehet. Ja, hát egy picit jobban feltúlvít a dolgot, még lehet, hogy találnék ilyesmit, de sok értelme nincsen.